tartottunk egy kicsit az etótól, ez lehet benne, pedig nem kellett volna. Jobbak is lehetünk volna a mérkőzésen, hogyha kicsit bátrabban játszunk, akkor még szerintem meg is nyerhettük volna a mérkőzést, csak nem mertünk annyit passzolni, amit kellett volna, főleg középen, többet kellett volna forgatni, úgyhogy hát a legközelebbi meccsen ezt majd ki kell javítanunk. Miért nem mertétek most ezeket felvállalni? Ez egy jó kérdés. Ez igazából ilyen mentális dolog, nem tudom, hogy esetleg tartottunk egy kicsit az etótól, ez lehet benne. Pedig nem kellett volna, én úgy gondolom, valószínűleg ez volt. Sajnálatos módon ugye az utolsó pillanatban elvesztettük a mérkőzést, úgy érzem, hogy végig 90 percen keresztül kézbe tartottuk a dolgokat, és benne van az igazság, hogy ez az év már ilyen lesz, nagyon sajnálunk, de hát megyünk előre, csináljuk tovább. Az edzőtök hogy küldött ki a pályára? Úgy, ahogy szerintem játszottunk is, tehát abszolút nyomás alatt tartottuk a paksot és végiguraltuk a játékot, úgyhogy megpróbáltuk betartani azt, amit kértünk az edző. Mindenféleképpen örültem a gólomnak, hála Istennek sikerült az első labdaérintésből. Az is fontos volt, hogy nem kaptunk ki, megint fel tudtunk állni kettő egy után, úgyhogy ez én úgy mondom, hogy egy jó este volt. Tavaszok, nagyon erősen leszünk. Majd jönni fognak játékosok, a másik van, el kell menni. Tavasz, ha erősebb leszünk, biztos. Viszont a korán cseréltél, azt mi indokoltak? Elfáradtak. Mit csinál? Elfáradt? Persze. George, persze, fáradt volt. Ez nem az első fél időben a Leandro? Gondoltam az utolsó 20 perc. Nem a Leandro. Nem csinált semmi a Leon. Ott volt a pálya, azért is hoztam ki. Tettem a másik, a legközelebb ugyanazhoz fogod csinálni, ha kell. Semmi extra. A meccsképe alapján igazságosnak tartom a döntetlent. Mi önmagunkhoz képest nem játszottunk olyan jól, ami benne van a csapatban. Szerencsére az Eto se játszott nagyon mezőnyfölénybe. Tehát igazából egy mezőnyjáték folyt, második fél időben fölpörögtek az események, oda-vissza elkerülhető gólok estek. Hát igazából ennél mi is jobban tudunk játszani, meg szerintem az Eto is. Abszolút nem ott vagyunk, ahol szeretnénk lenni. Biztos, hogy a szünetben nem rendben lesznek rakva a dolgok, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon jó felkészülés után egy sokkal jobb tavasz vár ránk.